Aréna. Kérdezze ön is a napvendégét. Tegye fel kérdését az Inforádió hírportálján a www.inforádió.hu per Arena oldalon, vagy írjon e-mailt az arénakukac.inforádió.hu címre. Aréna A napvendége önnek válaszol. Az aréna támogatója a Telenor. Hipernet. A sebesség új korszaka. A Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója Vitézi Dávid az Arina vendége. A Troliknál hagytuk abba új vonalakat terveznek, vagy csak idézőjelben új kocsikat? Az új kocsik segíthetnek minket új vonalakhoz. Olyan trollikat szeretnénk beszerezni, ma is vannak már ilyenek egyébként Budapesten néhány darab, amelyek képesek olyan üzemre, tehát akkumulátorral, kvázi elektromos buszként tudnak tovább haladni. Ennek köszönhető az, hogy például a 83-as hiszen a 4-es metró építkezés miatt a trollibuszok felső vezeték nélkül kerülik el a lezárt szakaszt a fővámtérem. Hogyha ilyen trolliból több lenne, akkor rengeteg olyan hálózati hiányt, ami abból fakad, hogy éppen a felső vezeték úgy lett, akkor lett képítve, amikor még más volt a város szerkezet, és nem ér el egy fontos célpontot a trolivona. Ezeket át tudjuk hidalni, hiszen a egy-két ja, megállóval egy meg tudjuk hosszabbítani infrastruktúraépítés nélkül. Azt én nem látom, vannak ilyen vizsgálataink folyamatban, lehet, hogy felül fogják írni az én mostani álláspontomat, de látva a trolibuszok és az autóbusz, elektromos autóbuszok árait, ma ezek már eléggé közel vannak egymáshoz, tehát a jármű majdnem ugyanannyiba kerül. Egyre több olyan elektromos busz van a piacon, amely, ezek sokkal drágábbak, mint a buszok, több mint kétszer annyiba kerülnek, de, de ezek már képesek, hát, ha nem is egy egész napot, de majdnem egy egész napot egy feltöltéssel kibírni. Tehát néhány év múlva el jutni a technológia, hogy új trollibusz rendszer telepíteni már nem éri meg. Ez nem azt jelenti, miért valaki ezt félért, hogy a meglévő trollibusz hálózatot fenntartani ne érné meg. Az még eljöhet az az idő is, de ahhoz nagyon olcsó és nagyon megbízható akkumulátorokra és elektromos buszokra van szükség, hogy valaki olyan döntést hoz, hogy mondjuk lebontja a trollibusz felsővezetékeket Budapesten. Itt szerintem nem tart a technológia még, és nem is fog egyhamar. De azt, hogy most elkezdjünk új trollibusz infrastruktúrát építeni, azt nem látjuk megtérülőnek. Azt, hogy a vonalakat egy-két helyen kicsivel tovább vigyük, mondjuk egy példát mondjak, a, 74-es trolley a, 74 a zsinagógától a Deák térre, a Metroállomáshoz bejöjjön, és on úgy menjen vissza Erzsébet város, majd Zugló felé. Ennek lenne értelme, a metró kapcsolatait lényegesen javítaná, és egy egy megállós hosszabításról van szó, de ezért most a Károly körútra felső vezetéket építeni felesleges, ha meg vannak az új trollik, meg lehet csinálni, de ez csak egy példa volt. Metrók hogy állnak? Ugye a metrókkal kapcsolatosan következő a helyzet, ha végig szaladunk egytől négyig. A kisföld alatti esetében vannak 39 éves szerelvényeink, amik cserére szorulnak 10 éven belül, legkésőbb. Itt Szintén az előbb elmondottak szerint kaptunk előkészítési pénzeket, Európai Uniós támogatásokat arra, hogy egy járműcserét és a vonalnak az akadálymentesítését előkészítsük. Ez a munka elkezdődött, és ha minden jól megy, akkor 2014-re lesz olyan kész projektjavaslatunk, amiből uniós forrásokat tudunk igénybe venni, már előkészített módon, és részben a vonatokat le tudjuk cserélni, részben az állomások akadálymentesítésére tudunk szerezni forrást. A kettes metron ugye az infrastruktúra felújítás az megtörtént néhány éve, a vonatok cseréje az pedig folyamatban van, az alsztom szerelvényekből már kettő üzemben van, és folyamatosan állnak majd forgalomba a továbbiak is az év végéig, illetve tavasszig. Eddig problémátlan volt az üzemeltetése ezeknek a szerelvényeknek, tehát én abban bizom, hogy ez így is marad. És az, az világosan látszik, hogy azok, az, azok a műszaki problémák, amelyeket a hatóság korábban felvetett, és amiért nem kapott típusengedélyt a, a jármű, azokat a konkrét hiányosságokat, azokat az asztal módosításokkal, technikai átalakításokkal kiküszöbölte. Nyilván a következő kérdés az az, hogy milyen lesz a tartós üzem tapasztalata, nyilván egy új járműnél mindig lehetnek problémák de eddig szerencsére nem voltak. ugye, ugye hagyom, hiszem, a fékekkel volt gond, papíron legalábbis, de egy gyakorlatban nincsen velük gond, Igen, menni. de ezek nem az, tehát a, a fékrendszert, ennek a, 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 működését, a szoftverrendszerét átalakította az Alstom, miután a hatóság ezt megkifogásolta, tehát ez nem ugyanaz, mint ami akkoriban volt, de nincs jelenleg ilyen problémánk. Nyilván mind az aztom figyel rá, hiszen az a karbantartás az asztomé, és nyilván a BKV is figyeli ezeket a járműveket, hogy mik a tapasztalatok. A hármas metró esetében a helyzet az um, um, ugye most közfigyelem um, középpontjában áll. Itt um, 2010 őszén, amikor főpolgármester úr és az új városvezetés hivatalba lépett a BKK megalapításáról döntés született, azonnal felmértük, hogy mi a helyzet. Um, láttuk azt, hogy a hármas metró felújítására és szerelvényenek cseréjére semmilyen előkészület nem történt, pedig um, ez a vonalkora alapján indokolt lett volna. Azonnal léptünk, és négy hónapon belül, 11. márciusában már beadtuk az uniós projektjavaslatot arra, hogy a hármas metró felújítását el tudjuk uniós forrásokból kezdeni. Ezek elég nagy beruházások, ez még elbírálás alatt van, tehát ebben sajnos még nem született döntés, ezt igyekszünk uh, sürgetni. Um, az biztos, hogy a hármas metró vonatainak cseréjéről előbb-utóbb most már döntést kell majd hozni. Um, elég hírek jöttek el, itt, olyan szerkezeti megkívásodásokat vetítenek elő, de amelyek nagyon súlyos állapotot idézhetnek elő. Ugye a hármas metró azért 30 év fölött járnak már igen szép számmal. Nem kéne már működni, kérdezően. a, Hát mostanában már a cseréjük időszerű lenne. A, ahhoz, hogy egy metrót 2012-ben kicseréljünk, mert most ugye van példánk a kettes vonaláról, az 2005-6 körül kellett volna elindítani a beszerzést. Ez akkor nem történt meg. Sajnos, amire egy közbeszerzési eljárás végigmegy, azt megtámadják, szerződéskötés van. Típusengedélyt szerez egy új típus, majd legyártják. Ez a mai európai járműpiacon 4-6 év. Tehát De nekünk, nekünk most azt kell garantálni, hogy egyrészt elindítsuk ezt a folyamatot, szerezünk rá uniós forrás, mert a városnak nincs 100 milliárd forintja. A teljes hármas metró járműállomány cseréhez kb. 100 milliárd forint. Erre most nincsen fedezet a városnak, tehát meg kell próbálnunk uniós forrásokat szerezni, ezt tesszük, az ehhez szükséges dokumentációt hiánytalanul összeállítottuk. Ami pedig a, az addigi üzemeltetést igényli, itt egy intézkedési terv mentén haladunk. Az a jelentés, ami e, egy munkaközi változatában megjelent az indexen e, talán tegnap, az nem egy valami nem tudom hon, véletlenül kiszivár, véletlenül kiszivárgott és soha, e, nem, soha BKV által nem ismert, BKK által nem ismert jelentés. Ez egy munkaközi anyag, amit valóban nem hoztunk meg nyilvánosságra e, addig, ameddig a a, az igazgatóságok nem tárgyalták, de, de és nem is jó, mert egy-két olyan munkaközi megállapítás, amit azóta már rég kezelt a BKV, látott, napvilágot látott és felesleges pánikot keltett, de de az, hogy egy ilyen vizsgálat készült, ez egy tudatos döntés eredménye. Tarlós István főplagármesterrel közösen egy sajtótájékoztatón jelentettük be, ő, ő ismertett azt az intézkedési tervet, amit elrendelt, és a részleteket én fejtettem ki a sajtónak 2012. május 14-én, és akkor mondtuk azt el, hogy egyrésztről megtettük az uniós projekt érdekében szükséges lépéseket. Akkoriban pályahibáktól volt hangos a sajtó. Egyrészt azonnali sincserék történtek, másrészt 35 km sint fogunk jövő év végéig kicserélni, ugye itt ugye sinkopás problémák vannak. Egyidejűleg elkezdődött egy munka, ami a vonatok tűzvédelmének fejlesztését és az állomások tűzvédelmének fejlesztését szolgálta, hiszen korábban volt sok füstölés, és joggal merültek fel ilyen akályok. És éppen mi tettük azt a javaslatot, és főpagánster úr ezt elfogadta és el is rendelte, hogy készüljön egy nemzetközi tekintélyű tanúsító intézet által egy olyan ö, ö, vizsgálat, ami a, teljes vonat, a vonatok teljes elektromos rendszerét ö, átvilágítja. Ö, De biztos, nem tartanak attól, hogy az fog kiderülni, mi egy 30 éves vonatról kiderülhet? részben az derül ki, de itt, ezeket érdemes szofisztikáltan. Itt van most nálam az aktuális verziójának ennek a jelentésnek, még ez sem a végleges egyébként, amiben a TÜV, ugye Németország egyik legtekintésebb, hanem a legtekintésebb ilyen minősítő intézet, ez kilágosan leírják azt, hogy a konstrukció, tehát az eredeti orosz konstrukció sem zárja ki meghibásodás esetén a füstképződést. A konstrukció és a jelenlegi elhasználódási állapot, tehát teszem hozzá a vonatok miatt, a füstképződés gazdaságosan megszüntetni nem lehet, ezért fel kell készülni arra, hogy füstölés a későbbiekben is lesz. A vizsgálat alapvető cél azonban az, hogy lángalégű tűz keletkezésének megakadályozására, illetve elkerülésére intézkedéseket meghatározunk. Tehát itt az volt a cél, hogy a füstölések vannak is, mert ez az orosz konstrukció bele van kódolva, Igyekszünk mindent megtenni, hogy elkerüljük, de, de lakodóva, Ilyen, meg meggyunat. ebből ne legyen tűz, mert ha az, hogy füstöl, az egy dolog, az egy meghibásodás, az sem jó, és annak sem örülünk. De egy metrórendszerben a tűz az a lehető legnagyobb kockázat, ami van. Ennek érdekében a tűz, akinél, hogy mondjam, jobb műszaki tanúsítóintézet lehet, hogy van, de azért nagyon sok biztos nincsen Európában, letette egy 34 pontos intézkedési tervet, amely Arról szól, hogy hogyan kell például kicserélni azokat az alkatrészeket, nem is drágadokról van szó, amelyek adott esetben éghetőek, és az eredeti szovjet konstrukcióban e hibásak. Ez erre elkészült egy intézkedési terv, aminek a nagyján már túl vagyunk. Ezért is mondtam azt, amit mondtam, hogy ez egy nagyon szerencsétlen eh, időzítéssel eh, és eh, módon eh, kiszivárogtatott anyag volt, ugyanis azt is hozzá kellett volna tenni, hogyha ezt valaki korrekt módon akar erről tájékoztatni, és nem várja meg, amíg egy hivatalos jelentés elkészül, hogy Készült egy intézkedési terv a BKV által, amelyet az igazgatóság tárgyalt, elfogadott, és ez alapján szeptemberben a legtöbb változtatást végrehajtotta a BKV. Mostantól... Kicserélte az alkatrészeket, átalakította a karbantartási technológiát, elvégezte a tisztításokat. Vannak olyanok, amik több mint egy hónapot igényelnek, de ezeket elvégeztük. De nyilván fontosság is maradna, hogy csináltak. Volt egy csomó, ami egyszerű volt, azokat nyilván gyorsabban végcsináltuk. de, de ezek de tűz nem lehet? Metróban. Ezek végmentek. Amit ez a tanúsító intézet megállapított, Ugye nagyon sok tesztet végeztek, próbáltak földgyújtani különböző, vagy próbáltak olyan helyzeteket generálni, amikor tűz keletkezhet. A legkülönbözőbb kísérleteket, akár többféle meghívásodás egyszerre történő jelentkezését is tesztelték. Direkt azért kértük ezeket a vizsgálatokat, hogy tisztán lássunk. amit ők kockázatosnak ítéltek abból, hogy mi okozhat tüzet, és azt javasolták, hogy küszöböljük ki. Ezt megtettük, megtesszük, még mondom néhány lépés hátra van. Alapvetően ez a BKV üzemeltetői felelőssége, de nyilván ezt mi is nyomon követjük, mint BKK, hogy hol tart és hogyan halad ez a folyamat, és az a, 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 ezzel azt tudjuk elérni, hogy az üzemeltetés, a további üzemeltetés kockázatait minimalizáljuk, és azokat a kockázatokat, amiket a, BKV műszaki szakemberei kívül még külső szemlélő is észrevett, és azonosított ezeket, meg tudjuk, ki tudjuk küszöbölni, és ezeket tényleg csökkenteni tudjuk. Nyilván, hogy ezek a járműek egyre idősebbek, ezek a kockázatok nőnek, és újra ilyen-olyan megkívásodások előkerülhetnek. Nyilván két dolog az, hogy egy metró meghibásodik, ez egy vasúti va, va, rendszer, ez egy biztonságos rendszer, tehát ha meghibásodás van, akkor, meg a, a, akkor a rendszer leáll, az, nem tud nem halad tovább, az utasok kiszállnak. Tehát az, hogy meghibásodás van, az sem jó, de az kényelmetlenség. Az, hogy ebből olyan üzemzavar legyen, ami, ami tűzzel vagy balesettel is jár, az a lehető legrosszabb, és ezt minden módon e, meg kell előzni. Én azt gondolom, és ebből a jelentésből is azt olvasom ki, hogy a hármas metró, Öm, nincs öm, hogy nem nincs akut életveszély a hármas metrón, nincsen balesetveszély, amit kockázatot a, ö, talált ez a minősítő intézet azokat mindet csökkenteni fogjuk, és ami intézkedési javaslatot tettek, azt a BKV megvalósítja, de az biztos, hogy épp azért, amit mondtam az előbb, hogy több év, mire egy metrótender átfut, ezért ezt a folyamatot el kell uh, indítani. Ez egy munkaközi uh, jelentés, ami még itt van. Október végén fogjuk ezt, le, ezt a munkát lezárni, akkor fogjuk a fővárost is tájékoztatni. Ugye a főváros uh, még ebben hivatalos tájékoztatást uh, uh, nem is kapott, hiszen a, a lezáráskor fog erről a BKV egy részletes jelentést készíteni uh, a, a, a pontos tapasztalatokról, de az biztos, hogy. Uh, hogy mind a városvezetésnek, mind a BKK-nak e, meg kell tennie azokat a lépéseket, amik, e, amik egyrészt arra szolgálnak, hogy a járműcserék hátra lévő években biztonságosan üzemeljen a hármas metró, illetve azokat, amik azt szolgálják, hogy előbb vagy utóbb tudjunk e, gondoskodni a járműcseréről. Itt én alapvetően azt gondolom, hogy a, a, a megoldást az azt jelentheti, hogy ha tudunk Európai Uniós forrásokat bevonni új szerelvények vásárlására, a közeli jövőben. Négyes metró mikor indul? A négyes metró esetében ugye sokan mondtak már sok ö, átadási határidőt korábban. Amikor ö, a városvezetés hivatalba lépett, akkor egy olyan vállalást tett, hogy 2014. márciusában bekívánja indítani a négyes metrót, és ezért mindent elkövet. Ezt a határidőt azóta sem vizsgáltuk föl, és igyekeztünk azt a azt a gyakorlatot egyszer mindenkorra megszüntetni, ami korábban egyébként a fővárosban gyakorlat volt, hogy minden egy évben egy évet csúszik a négyes metró átadási időpontja. Ez az elmúlt években ilyen bejelentés nem volt, vagy elmúlt két évben. A, négyes metró műszakilag befejezhető 2014 tavaszára, ami a legnagyobb kockázat jelenleg, az az, hogy azokat a pocsékul megkötött szerződéseket, amiket, amik ránk maradtak, ezeket hogyan tudjuk kezelni. Itt arra gondolok, nagyon egyszerűen, hogy a négyes metrónak nincsen fővállalkozója, 16 vállalkozó nagy szerződés alapján dolgozik a kivitelezésen, és mivel állandóan fölmerülnek interfész problémák, hogy az egyik nem adta még át a munkaterületet, a másikra vár az egy, a, a harmadik, és mindig lehet valakire mutogatni, és ilyenkor mindig követelések, késedelmi követelésekkel lépnek fel a vállalkozók a BKV felé, ezért, hogyha ezt nagyon egyszerűen szeretném fogalmazni, minden résztvevő abban érdekelt, hogy minél lassabban épüljön a metró, mert annál több késedelmi ködbért tud érvényesíteni. Ez ebből a szörnyű struktúrából fakad, ezt mi megörököltük. Igyekszünk ezen a helyzeten úr lenni, úr új vezetőket jelölt ugye nemrég a 4-es metró projekt iroda élére éppen azért, hogy gyorsítsák ezeket a folyamatokat, és jelenleg én úgy látom, hogy ezen úrra lehet lenni. De bőven van még feladat. Jelenleg úgy állunk, hogy az alagút készen van, az állomások szerkezetkészek, a belső beépítésük zajlik, magyarul mozgó lépcső, liftek, elektromos berendezések, ezek is már többnyire egyébként a helyükön vannak. A pályaépítés igen előre haladott állapotban van, és a következő mérföldkövünk az, hogy ö, még idén a négyes metró alagútjában a 4-es metró pályáján, a 4-es metró vonalára gyártott szerelvény prototípusa futni tudjon. Azért ez egy nagy erőrelépés lesz. Ezen dolgozunk, hogy ezt idén teljesíteni tudjuk. Ha ez elkezdődik, akkor 2013-ban már um, azok a próbák tudnak folyni, amiknek, amiknek le kell folynia. Ha, ha, ezt az ütemet tartjuk, akkor, és ez, tehát elég hamar látszani fog azért, hogy ez mikorra, tud beüzeme, mikorra tudjuk beüzemelni, hiszen mindenképp legalább fél éves olyan időszak lesz, amikor a négyes metró már lényegében készen van, csak beüzemelési próbák zajlanak, illetve, ahogy mondtam is, több mint 300 embert kell fölvenni a BKV-nak már jövőre, akiknek az a dolga, hogy a vadonatúj biztosító berendezést, a vadonatúj szerelvényeket megtanulják, az egész állomás sok infrastruktúra működtetését kitanulják, a képzésük, az üzem, a próbaüzem lefolytatása lesz a feladatuk, vagy lesz a feladata a BKV-nak a 2013-as évben. Tehát minden felkészülést megteszünk annak érdekében, hogy 2014-ben a négyes metró átadható legyen. Ezen vagyunk. Ma ebben egyetlen akadályoztató tényező, vagy egyetlen kockázat van. Ez pedig, ahogy mondtam, az, hogy a szerződések rosszak, és a kivitelezők mondjuk úgy, hogy kevéssé motiváltak abban, hogy, hogy a határidőket szigorúan tartsák. Kábertól vagyok ügyében, mikor fog eredményt elérni márki? akinek ez a dolga. Hmm. Akár be kívül, mert szinte most már naponta jönnek hírek, hogy mennyit loptak el honnan. Azért nemrég voltak eredmények a, a, a Nemzeti Adó és Vámhivatal végzett különböző cselekményeket, amik azt szolgálták, hogy feltárjanak ilyen illegális telepeket, volt is erről híradás és vannak eredmények, én nem szeretném a nyomozást az a hátráltatni, most itt részletekbe bocsátkozom, de, de úgy látjuk, hogy a rendőrség mindent megtesz annak érdekében, hogy feltárja ezeket a cselekményeket. Az biztos, hogy ameddig vannak olyan illegális átvevő telepek, akik ezeket a részkábeleket átveszik, addig mindig lesz kábellopás is, mert ezek táplálják munkával, pénzzel, hogyha úgy tetszik, a kábeltolvajokat. Um, amit mi meg tudunk tenni, az egyrészt az, hogy nyomravezető díjat ajánlottunk föl, Érkezett is már számos érdemi és használható bejelentés, és erre bátorítok mindenkit az is, akik olyan információt juttatnak minket, ami egy konkrét kábellopás körülményeinek feltárását segíti, az 250 ezer forint nyomravezető diatér, ha pedig valaki egy illegális átvevőtelepre segít bukkanni, akkor az fél millió forint nyomravezető diatér, ezt Bola Tibor BKV vezérigazgatóval közösen tűztük ki. Emellett a BKV saját erőforrásai, saját egyébként igen szűkös erőforrásaiból is próbálja védeni a, a kábeleket. Ez részben azt jelenti, hogy kémvonatok közlekednek, például a villamosvonalakon, amelyik éjszaka mondjuk úgy, hogy hárőröznek, illetve, illetve a BKB saját biztonsági kollégái is igyekeznek megtenni mindent a kábellopások ellen, de egy hatalmas, 6000 kilométeres rendszerről beszélünk, nem tudunk minden felsővezeték tartó oszlop mellé örtállítani, és technológiai éppen lehetne ilyen látókamerákkal telerakni az egész HIV infrastruktúrát Ráczkevétől Szentendrei, de egyrészt lehet, hogy azt is ellopnák, másrészt többe kerülne, mint az, az egész kár, ami így is hatalmas, 200 millió forint, de egy ilyen teljes infrastruktúra ez még drágább lenne. Ami a, az a koncepció, ami a Budapesti Közlekedési Központ megvalósításakor leíródott. Abból mi van még hátra? Az intézményrendszerben lényegében, amit a Nemzetfővárosa program tartalmazotta, az elkészült. A BKK ugye egy olyan megrendelő szervezet, amelyik felel azért, hogy a tömegközlekedési szolgáltatásokat megrendelje, részben a BKV-tól, részben, ahogy beszéltünk is erről, ugye a magántulajdonú buszoperátoroktól, Ugye a tarifa bevételek beszedése hozzánk került, csak zárójában jegyzem meg, hogy rengeteget javítottunk a, a jegyértékesítésen az utóbbi időszakban, új pénztárakat nyitottunk meg, az összes pénztár a belvárosban este fél tízig nyitva van, vagy a nagyobb csomópontokon um, lehet 24 órás jegyet venni a hévek külső szakaszán, a reptéri buszjáraton, folyamatosan terjesztjük ki azt, hogy a, a, a járművezetők jegyet um, minél több vonalon. Tehát igyekszünk fejleszteni, az értékesítést, és nyilván már az elektronikus jegyrendszer lesz ennek egy utolsó, vagy nagy előrelépése, vagy egy utolsó nagy lépése. Emellett ugye a közútkezeléssel, parkolásszabályozással, teherforgalmi behajtással, és hát a nagy fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok mind a BKK-hoz kerültek. Tehát a főváros nevében a fővárosi önkormányzat megbízásából a budapesti közlekedés fejlesztése működtetése a BKK feladata. A az intézményrendszeri átalakítás most azon túl, hogy hozott milliárdos megtakarításokat, például a közutak fenntartására korábban az FKF-nek több mint 6 milliárd forintot fizettek ki, mi ugyanazt a feladatot um, Eredményességben semmivel nem rosszabbul, sőt, még például, mint az andrás úti biciklisáv, tudunk látványos erőrelépéseket is a közút üzemeltetésből kihozni, 4 milliárd forintból csináljuk meg. De azért tavasszal majd meg kell nézni, hogy milyen állapotban vannak az utak. Hogy... Ez már így volt tavaly is, tehát ez most is lehet látni, nem lett több kátyú, sőt, kevesebb van, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt ilyenkor volt. A mindemellett. Én azt gondolom, hogy a, a, a BKV-nál sikerült jelentős megtakarításokat elérni. Ennek egy része nyilván fájdalmas volt, egy része az pedig korábbi nagyon rossz beszállítói szerződések felülvizsgálatából fakadt, de azért összességében 6 milliárd forintos megtakarítást értünk el úgy, hogy nincs kevesebb járat, és nem emelkedtek idén a tarifák. Tehát így tudtunk spórolni a BKV működésén. Tehát azt gondolom, mert ugye ez egy kényszerűség volt a finanszírozási nehézségek miatt, tehát azt gondolom, hogy a BKK igazolta a, a létjogosultságát. Egyébként a, a főpagármester úr által bemutatott fél időben értékelés, ami ugye az első két évet értékeli, szintén ennek nagy hangsúlyt fektet, hogy milyen eredményei vannak a, az intézményrendszeri átalakításnak. Én most nem is tudok annyit most itt az időhiányában felsorolni, ami ott olvasható. Az biztos, hogy van még feladat bőven, tehát a rendszer az bőven szorul még tökéletesítésre. A következő nagy intézményrendszeri lépés az a BKV átalakítása. Itt az első lépést megtettük október 1 A felelős vezetője lett a buszgarázsoknak. A buszüzemben volt a legnagyobb probléma a BKV-nál. Rengeteg meghibásodás, teljesen kusza folyamatok, és hogy ezt egy érzékletes példán, példán elmondjam, a buszvezetőnek és a szerelőnek, aki a, azt a buszt megszereli, mondjuk éjszaka a garázsban, az első közös főnök ez a BKV vezérigazgatója volt. Uh -huh. És most nem azt jelenti, hogy kis királyságokat kell létrehozni, de olyan felelős személy vezetők, akik azért felelnek, hogy, hogy, hogy rend legyen és működjön a, a, buszüzemeltetés, nem voltak mindig mindenki tudott a másikra mutatni. Ebben egy teljesen új rendszert létrehoztunk október 1-től, és felelős, mint egy cég a cégben, egy felelős szervezeti egységként működik egy-egy buszgarázs, is összemérhetővé válik a és azt a cél tűztük ki elejük, hogy drasztikusan csökkentsék a járatkimaradásokat. Ugyanis azt látjuk, ebben csináltunk egy elég alapos elemzést, ugye ma a járatoknak kb. 5%-a maradt ki, ez egy elképesztően rossz arány. Ennek egy, egy nagyon jelentős része az a buszpark életkorából jön. Tehát én most azt nem várja se a bkk se, én nem tartom reálisnak, hogy ezt le lehet szorítani egy bécsi szintre 1% alá ezzel a buszparkkal. Ilyet nem is vár senki. De abból az 5%-ból van mondjuk legalább 1% olyan, 1% pontnyi olyan, amelyik amelyik munkaszer folyamat szervezésből, munkaszervezésből, alkatrészellátásból, odafigyelésből ö, ered ha azt meg tudjuk ta takarítani, ha azt meg tudjuk, el tudjuk kerülni, akkor kevesebb járat fog kimaradni. Tehát ezeken a problémákon dolgozunk. A BKV átalakításának egy, ennek egy végső folyamata lehet az, hogy a buszágazat le is váljon a BKV-ről egy társaságba. Ebben az első lépéseket már meg is tette a fővárosi közgyűlés. Utolsó percben vagyunk, csinálnak egy kutatást a közlekedési, kerékpáros közlekedési szokásokról. Mi lesz, mi a célja? Mit akarnak vele? Igen, a BKK honlapján tettünk közé egy ilyen kérdőívet, több mint 4000 töltötték ki az első napokban, ezt köszönöm is, és bátorítok rá mindenkit. Alapvetően arról kérdezzük meg a budapestieket, bicikliseket, hogy néhány kerékpáros fejlesztéshez mit szólnak. Ugye 2013 őszére elkészül a Bubi, a közbringa rendszer, ami több mint ezer biciklit jelent 74 dokkolóállomáson, és ehhez kapcsolódóan rengeteg technikai fejlesztést meg szeretnénk valósítani, tenni a kerékpározást Budapest belvárosában ezekhez, ezekhez kérjük ez a véleményeket, javaslatokat, illetve emiatt végezzük ezt a kutatást, illetve például olyan felvetések miatt, hogy a tömegközlekedésen bővítsük a kerékpárszállítást. Ma az, hogy valaki a belvárosba kerékpározon és az autójával járjon, az mindenképp egy a várospolitikai cél. De ha valaki rákos keresztúról jár be, akkor nem fog bebiciklizni. Az, hogyha föl tudja tenni a, 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 akár csak csúcsidőn kívül is, tehát lehet ennek egy korlátozott jellege a bicikliét, ennek lehet értelme, sok ilyen példát látunk külföldön, ugye jelenleg a héveken és a fogaskerekűn lehet kerékpárt szállítani, a fogason most készülünk bővíteni ezt a lehetőséget, és, és ebben szeretnénk a, a, közvéleményt megkérdezni, a véleményeket begyűjteni, hogy mit gondolnak ezekről a kérdésekről a budapestiek. Nyilván van egy nagyon erős érdekérvényesítő képességgel rendelkező kerékpáros közösség, akiknek a, szintén kíváncsiak vagyunk a véleményekre, sőt, jó együttműködés is van, de mindenkit szeretnénk arról megkérdezni, mit gondol ezekről a kérdésekről, Én hogy, hogy nem vagyunk. változott, hogy a gyalogos, illetve a kerékpáros közlekedést ezt fejleszteni kívánják. Igen, egyértelmű marad. Egyértelműen ezért is a belvárosban is lesznek ilyen fejlesztések. Például idén indul el az ötödik kerülettel együtt a Ferenciek tere átépítése, új zebrákkal, a Kossuth Lajos utcán, a Váci utca, a két oldalak között gyalog lehet, vagy lépcsőzés nélkül lehet majd átkelni zebrán. Tehát rengeteg ilyen fejlesztés történik, ami azt célozza, hogy a belvárosban mind sétálni, mind kerékpározni könnyebb legyen, és egyre élhetőbb legyen az a amiben élünk. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója volt az Aléna vendége.